Csapatunk kezdője újra Kovács Dani nevével kezdődött. A fiatal kapusunk Mia Kazinc Barcika ellen kapott piros lapot, Ster helyettesítette két meccs erejéig, de úgy tűnik, nem tudta társát kiszorítani a kapuból. Én azért az ember mindig ott van egy ilyen történet után, hogy mégiscsak ő folytatja és megkapja a bizalmat, vagy a vezető edző a váltás mellett dönt. Szóval azért valamilyen szinten azért megnyugodtam, hogy nekem szavaztak bizalmat. Főleg egy rangadó előtt, szóval ez jól esett azért, de ugyanúgy dolgoznom kell tovább. Nem csak neki, hanem az egész csapatnak is dolgoznia kell tovább, hiszen nagy arányú vereséget szenvedtünk az MTK otthonában. Voltak bőven pozitívumok is, de negatívumok is. Erről a vezetőedzőnk beszélt. Hát azért vannak egyéni hibák. Tehát én gondolok az első gólra is, ugyebár ki volt adva, hogy kinek kell menni a Gengelickivel befejezte. Utána ugyebár sajnos a Valencsik Dávid csinált egy buta 11-est a végén, plusz a negyedik gólnál ugyebár nem kísérte a vaspatrikot, amit a hosszú kapufán bement, és plusz a második gólnál pedig eladott egy labdát. Azért tegyük hozzá, hogy ha megnézed a védelmünket, akkor 4 játékosból 3 nem a posztján játszott, köztük én is ugyanilyen belső védőt játszottam, a Gárdisa jobb védő, illetve a Valese bal védő. Sajnos a Petéknek nem egyszerű mostanában összetenni a csapatot, mert sok a sérült. Nem volt ennyi a két csapat között igazából, én azt gondolom. Az utolsó percekben kaptunk 2 gólt, igazából én úgy gondolom, hogy végig partiban voltunk, ugye vezettünk is. Valahogy nem úgy sültek el ezek a fordulópontok nekünk, pont mikor kicsit szorosabb lett az eredmény, mindig kaptunk egy gólt. Ugye most beszélhetnénk, volt a Nyíregyháza mérkőzés, vagy a Gyirmót elleni mérkőzés, ahol mondjuk szereztünk egy-egy pontot, ami mind a kettő bravúr kategória volt, de játékban szerintem meg se közelítettük azt, amit például itt az MTK ellen játszottunk. Szerintem ezt a játékot, amit itt játszottunk, ezt kell tovább folytatni, viszont egy sokkal fegyelmezettebb, agresszívabb védekezés mellett. Gyömbér Gábor új szerepkörben játszik néhány meccs óta, Dvorzsákot helyettesíti Gyepi mellett. Játszottam ezt már a Fradiban is, a Ricardo Muniz idejében, szinte volt egy teljes szezonom, amikor belső védőt játszottam, volt, amikor jobb védőt kellett játszanom. Ezek olyan apró dolgok, amihez nem olyan nehéz alkalmazkodni. Én úgy gondolom, hogy ezt meg tudom oldani, hogyha szükséges a csapatnak. Úgyhogy ez nem okozott meglepetés számomra. Viszont a Sopron eddigi szereplése mindenképp meglepetés mindenki számára. A Hűség városa elképesztő gödörben van, 10 forduló óta, tehát a bajnokság kezdete óta nyeretlen, és az utolsó előtti helyen szerepel jelenleg. Azért én óvaintek mindenkit, tehát ez a legnehezebb mérkőzés, én azt mondtam a srácoknak, tehát nem szabad félváró venni. Ugyebár itt most mennek a hírek, hogy vagy edzőváltás, vagy nincs edzőváltás a Sopronnál, plusz ugyebár még nem nyertek mérkőzést, ezt elmondtam a srácoknak, de én azt gondolom, hogy ez lesz a legnehezebb mérkőzésünk, és mindenkinek oda kell koncentrálni, és hogyha úgy fognak játszani, mint a szegedi elleni mérkőzésen, akkor én úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. Oda kell tennünk magunkat, mert meg tud lepni minket egy ilyen csapat, főleg azért ott van bennük a bizonyítási vágy, hogy azért nem annyira jönnek az eredmények, előbb-utóbb biztos megtörik nekik ez a rossz sorozat is, hát reméljük, hogy nem most lesz. Sokkal agresszívabbnak kell lenni védekezésben, sokkal közelebb kell lenni az emberhez. Mert azért lássuk be, hogyha hagyjuk játszani az ellenfelet, vagy messze vagyunk tőlük, akkor egy Sopron kaliberű csapat is tud futballozni, és tud nehézségeket okozni. Úgyhogy agresszívabban kell játszani, közelebb kell lenni az ellenfélhez, és akkor úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. Nem engedhetünk hibákat, főleg a védelemben, bármilyen apró tényleg hiba tényleg már gólhoz vezethet. Szóval nagyon-nagyon stabilan kell védekeznünk, és nekünk megelől ki kell használnunk a helyzeteinket, lehet, hogy egyet, kettőt, de hát reméljük, hogy most azért sikerül megszólni a Sopront. Itt talán egy picit az nehezíti a dolgomat, ugye, hogy a Lakatos elment a válogatottba, tehát a 2,5 hétig nem tudok rá számítani, mert az U19-nek EB kör van és csoportkört játszanak, Derekos Zoli pedig 5 sárgás, tehát itt most a fiatal szabály szerint maradt 3 fiatalom, és 2-t be kell rakni, tehát itt most ez lesz a nehézség nekem jelen pillanatban. Idehaza eddig biztató teljesítmény nyújtott a csapat. Nem mondanám azt, hogy hullámvölgyben vagyunk azért, mert most az MTK-tól kikaptunk és kaptunk egy 5-öst. Úgy gondolom, hogy készen állunk arra, hogy most a Sopront itthon megverjük. Hát azt, hogy én milyenre számítok, szívem szerint remélem, hogy olyan mérkőzés lesz, mint a Szeged elleni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon brusztos csapat fog ide jönni, akik mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy pontokat vigyenek el innen. Nehéz mérkőzés lesz, de én úgy gondolom, hogyha tudjuk folytatni azt a támadójátékot, még egyszer mondom, mint az MTK ellen, illetve kicsit agresszívebben fogunk futballozni, akár ahogy a Szeged ellen tettük, akkor
itthon fogjuk tartani a három pontot. Nehéz meccs lesz, az biztos. Nem lesz ennyire ilyen adok-kapok foci, mint most hétvégén az MTK ellen, mert biztos vagyok. Szerintem a Sopron azért egy zárt védekezéssel készül biztos ellenünk. Készülnek azért a támadóinkra, biztos, hogy jól és stabilan fognak védekezni. Szerintem egy-egy veszélyes kontrájuk azért biztos, hogy lesz. Lehet, hogy lesz olyan periódus, amikor kicsit dominálni is fognak, de összességében egy nehéz hajtós meccsre számítok, ahol nyerni fogom. Én egy jó mérkőzésre számítok, nyilván mi is próbálunk támadó szellemmel fölállni, és hát igazából megpróbálom még azt, hogy a sérültek hogy vannak, tehát a mai nap alkalmával ki fog derülni, hiszen a Frölik is kapott egy csomagot az MTK ellen, és hétfőn röntgenem volt, tehát nem tudjuk, hogy most milyen állapotban van jelen pillanatban, ezt most fogom majd megtudni az edzés elején, úgyhogy remélem, hogy össze fogjuk tudni drótozni a csapatot, és reméljük, hogy az a legfontosabb is az a cél, hogy a három pontot itthon tartsuk. A mérkőzés ezúttal is Dabason lesz, a kezdőrugás időpontja vasárnap 15 óra.